Norvégia 7 milliárd koronával növeli az Ukrajnának nyújtott katonai és humanitárius segét idén, amely így 22 milliárd koronát tesz ki, jelentette be kedden a norvég kormányfő. Az emelést a 2023-2027 közötti időszakban az ukrán polgári személyek és katonák megsegítésére szánt alapból finanszírozzák, amely változatlan marad. Ez élet-halál kérdése Ukrajna lakossága számára, jelentette ki sajtótájékoztatóján Jonas Støre, Norvég miniszterelnök, aki nagyon bizonytalannak nevezte az ukrajnai helyzetet. Ez Európa, tehát Norvégia biztonságát és stabilitását is érintő kérdés egyben, hangsúlyozta a kormányfő, aki előzőleg a szélesebb konzenzus érdekében ellenzéki vezetőkkel tárgyalt. A 7 milliárd koronás pótólagos támogatásból 6 milliárdot katonai támogatásra fordítanak, elsősorban légvédelmi eszközökre és lőszerre.